Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Hát ma megismerhettünk minden értékes gondolatot, amit az ellenzék fejében meg lehet ismerni. Mindent elmondtak ma arról, amit a világról és az ország ügyeiről gondolnak. És érdekes műfaj a napirend előtti hozzászólás, hiszen az ember arra is készül, hogy reagáljon, nem csak az elmúlt időszak eseményeire, vagy elmondja magáét, hanem a ma elhangzottakra is. Fájó ez az űr, ami itt van, hiszen rendkívül sok közös ügyünk lenne az ellenzékkel. Csak néhány selfie-bot maradt hátra a pacsorok között, mint egyfajta ilyen ellenzéki varázspálca az elmúlt időszakban, és ha megengedik, akkor az ő hiányukban csak nagyon kis mértékben térnék ki ezekre a területekre. Ellenben talán hazánk szempontjából az egyik meghatározó ügy mégiscsak az, sok napi és heti és parlamenti ülésszaki aktualitásunk mellett, hogy európai parlamenti választásokra készül egész Európa, és az álláspontok úgy Európában, mint itthon is teljesen kikristályosodtak, letisztultak. Szükséges, tudom, hogy ebben a körben nem indokolt, de mégis szükséges az ellenzék vezérének, Gyurcsány Ferencnek a legújabb úgynevezett tanulmányában olvasottakra utalnom, melyben meghirdette azt a bevándorlás párti programot, mely a nemzetállamok felszámolásáról, a határok eltüntetéséről, kultúránk, szokásaink feladásáról szól. Ahogy ő fogalmaz, vagy globális kormányzás felé megyünk, vagy belepusztulunk. Arról már nem is érdemes szinte említést tenni, hogy ez a tanulmány mintha egyfajta műfordítása lenne a Soros-féle tanulmánynak. Mindeközben a hétvégén szocialista fele barátainknál járt és tartott kampányeligazítást a brüsszeli elit leghalsányabb bevándorláspárti fenegyereke, Franz Timmermans, aki személyesen működött közre abban, hogy az uniós döntéshozók asztalaira kerüljön a kötelező kvóták ügye, a migránsvízum, a migránsok pénzelését segítő migránskártya, a nemzeti határvédelem gyengítésének a terve, a gazdasági migráció legalizálása afrikai kísérleti programokon keresztül. Aktív részese volt annak is, hogy azon országokat megbüntessék, amelyek mindebben nem kívánnak részt venni. És tisztelt itt nem lévő ellenzéki bevándorláspárti képviselőtársak, itt kerülünk valójában teljes mértékben szembe egymással, ugyanis szöges ellentétben az előbbiekkel mi változást szeretnénk elérni a brüsszeli politikában. Azt gondoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a határaink, a kultúránk és a szokásaink védelmére. Egyenrangú nemzetek együttműködésén alapuló európai közösségben szeretnénk élni, és olyan európai vezetőket szeretnénk látni, akik nem akarnak még több migrációt. Nemhogy nem Franz Timmermansot, de még a hozzá hasonlókat sem látjuk szívesen az európai döntéshozásban, hiszen az elmúlt 4 évben bárki számára világossá válhatott, hogy amerre Európa tart, az nem megfelelő irány és veszélyes. Mindeközben itthon ugyanez az ellenzék, az Európai Bevándorláspárt által, pártiak által motivált ellenzék kalandparknak tekinti a közintézményeket, hasra vágja magát, és érdemi mondandó hiány az utcai erőszakra, itt térek vissza Gyurcsány Ferenc szavaira, buzdítja a magyarokat. Szívesen megkérdeztem volna Gyöngyösi frakció vezető urat azon nyilatkozatáról, amelyben azt mondta, hogy a hatalom megszerzése érdekében akár az ördöggel is, az ördög anyjával is. Az ördög anyját még ugyan értem, de Gyurcsány Ferencre is igaz-e ez a megfogalmazás a Gyöngyösi képviselő úrnak. És megkérdeztem volna őket arról is, hogy mi mindenre képesek még a jobbikosok, illetve a baloldali bevándorláspárti ellenzéki politikusok a pénz és a hatalom megszerzéséért. Teljesen világosan látszik, hogy az a koalíció, az a hiteltelen és rendkívül abszurd koalíció, ami formálódik a baloldal és a jobbik között, az nem csak hogy hiteltelen és abszurd, hanem azt a veszélyt is magába hordozza, amelynek a magyar történelem már sokszor elszenvedője volt. A vörösingesek és a barnaingesek koalíciója nem sok jóval kecsegtet, és igaz ez nem csak itthon, Európában is. Kíváncsi lettem volna arra is, hogy mit szól Tóth Bertalan frakcióvezető úr Franz Timmermans hétvégi szavaira a szélsőjobbból való összefogás kapcsán. Mindenre a vitára sem egy felszólalás vagy egy reagálás keretében, de amúgy sincs módunk, én éppen ezért köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Kérdezem, hogy de Betörcsi Balámzik arról kíván válaszolni a kormány nevében, parancsoljon. Elnök úr, mivel a mai az első ülésnap az idén, ezért szerintem helyén való, ha először beszámolok pár olyan eredményről, amelyek sok magyar életét érintik, úgy is fogalmazhatnék. Érdemes megnéznünk, hogy melyek azok az eredmények, amelyeknek ma az ellenzék hátat fordított, egytől egyik. Először is továbbra is rekordon áll a foglalkoztatás, 3,6%-ra csökkent a munkanélküliség, a gazdaság 5% körül növekszik, miközben az államadóság csökkenő pályán van. Nem véletlen, hogy a Standard & Poor's pár nappal ezelőtt felminősítette Magyarországot. Januárban újra nőtt a minimálbér, ami már összességében duplázódást jelent 2010-hez képest, miközben 40 000-re nőtt a kétgyermekesek adókedvezménye. Csökkent a kisvállalkozások adója, és emellett ma már 100 000 forintot kapnak azok, akik beteg gyermeküket otthon ápolják, míg az ellenzék decemberben fel alá szaladgált az utolsó ülésnapon, a kormánypárti többség ezt az intézkedést elfogadta, így most már életbe is lépett. Döntés született arról is, hogy az előttünk álló években az egészségügyi szakdolgozók több mint 70%-os béremelést kapnak. A miniszterelnök bejelentette a családvédelmi akciót is, amely további 100 000-eknek jelenthet segítséget. És ez nem minden, mert minden középiskolásnak arra lesz lehetősége, hogy 2-2 hétig külföldön nyelvet tanuljon úgy, hogy a költségeket az állam állja majd. És végül ez a 10. pont, ma már azt is tudjuk, hogy 2018 volt a turizmus eddigi legjobb éve Magyarországon. Még soha nem járt annyi vendég nálunk, mint tavaly. Ebből is látszik, hogy Magyarország jó hely. Azt gondoljuk, hogy ezek az eredmények egy erősödő ország képét mutatják. Igen, nem, de ezeket az eredményeket akkor lehet fenntartani, ha biztonság is van. Ezért tartjuk fontosnak, hogy tájékoztassuk a magyarokat az ezt veszélyeztető migrációs tervekről, amelyek ott vannak a fiókokban, vagy ott vannak a tárgyalóasztalokon. Például arról van szó, hogy továbbra is erőltetik a betelepítést. A migránskártya mellé migránsvízumot is be akarnak vezetni, elvennék a határvédelmi jogok egy részét a tagországoktól, több pénzt adnának a bevándorlást támogató aktivista csoportoknak, miközben kevesebbet a migrációt ellenző országoknak. És ha nincs, aki fellépjen ezen tervek ellen, akkor meg fogják valósítani ezeket, és akkor Európának abban a formájában, ahogy megismertük, azt gondoljuk, hogy lefűtt a kávé. Mi ezt nem szeretnénk hagyni, ezért szeretnénk tájékoztatni a nyilvánosságot. És ezt már csak azért is megtesszük, mert a bevándorlás párti ellenzék nagyon is támogatta ezeket a terveket, itthon letagadják, Brüsszelben meg megszavazzák. Tisztelt Ház, ezek után adódik a kérdés, hogy az ország dolgaihoz és mindennapi küzdelmeihez mit tett hozzá az ellenzék? A rövid válasz az, hogy egy becsődölt lyuk az zoknis forradalmat. A hosszabb pedig az, hogy pár szelfibotot, üvegtigrisbe illő színészkedést, egy obszén szlogent, egy halom törvénytelen akciót, ma pedig üres székeket. Mindig a munkásokra hivatkoznak, de a munkát itt az országgyűlésben megtagadják. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az ellenzék körében úgy látszik, hogy van egy feltűnési verseny. Azt gondolják, hogy ebben a versenyben folyamatosan balhézni kell, és ebbe úgy látszik, hogy beletartozik szerintük az országgyűlési munka szétverése is. Mi végignézzük ezeket az ellenzéki balhékat, de meghallgatjuk őket. Azért hallgatjuk meg, mert szeretnénk megadni a tiszteletet azoknak is, akik nem minket tüntettek ki a bizalmukkal, akik nem ránk szavaztak. Azért, mert értük is dolgozunk. És arra kérjük az ellenzéket, nem biztos, hogy vagyunk olyan viszonyban, hogy kérhessünk bármit, de arra kérjük őket, hogy ők is adják meg a tiszteletet azoknak, akik munkát, képviseletet és érdemi javaslatokat várnak tőlük itt az országgyűlésben. Ez egy szabad ország, szabadon lehet bohóckodni, és arra is szabadságuk van, hogy megkössék a kisnyilasok és a szemkilövetők szövetségét, de senki sem állhat a törvények fölött, még az ellenzéki képviselők sem. És egyébként sem a bohóckodások, sem a törvénytelenségek nem fogják elfedni az érdemi javaslatok, az elvégzett munka és az elvek hiányát. Szóval ehhez a munkához, ehhez a küzdelemhez kívánunk mindenkinek sok erőt a tavaszi ülésszakra, Magyarországnak pedig türelmet a közelgő és folyamatos ellenzéki produkciókhoz. Köszönöm, hogy meghallgattak.